Csalódást hozott a két fő politikai pártnak a vasárnapi hesseni tartományi választás eredménye Németországban. Az Angela Merkel kancellár által vezetett Kereszténydemokrata Unió ugyan az első helyen végzett, de több mint 10%-ot veszített a támogatottságából. A szavazatok 27%-át kapta. Vegyes érzelmeket élünk át. Fájlaljuk ezt az eredményt, de azt is megtanultuk, hogy érdemes küzdeni, mondta a tartomány kereszténydemokrata vezetője. Az utóbbi 70 évben ez volt a szociáldemokraták legrosszabb eredménye a tartományban. A jelenlegi 19,8%-os eredményük messze elmarad a legutóbbitól. Keserű vereséget szenvedtünk. Ez a legrosszabb eredményünk 1946 óta, foglalta össze az eredményt az SPD helyi vezetője. A zöldek viszont rekord teljesítményt nyújtottak, és szinte megduplázták szavazóbázisuk méretét. Fejfej mellett a szociáldemokratákkal a voksok 19,8%-át kapták. Elégedett lehet választási teljesítményével a bevándorlás ellenes Alternatíva Németországnak párt is, amely a voksok több mint 13%-ával most először jutott be a tartományi parlamentbe.